Szombaton elég hosszú volt a BNKK kispadja, csak kevés bevethető játékos foglalt rajta helyet. A sokszoros bajnok Pécs a várakozásoknak megfelelően megerőltetés nélkül 82-55-re nyert a Postában, és ezzel bejutott a legjobb négy közé. Kicsit másképp nézve a dolgokat, eldőlt, hogy a bajai NKK idén sem lesz bajnok. Úgy gondolom, hogy ez szerintem senkinek nem okoz akkora nagy fejfájást és bánkódást, hogy ez idén nem sikerült. Úgy gondolom, hogy a minimális célunkat, az, hogy 8-ba jutottunk, azt teljesítettük, és ezen a két mérkőzésen is, ugye most, hogyha összességebe értek el, én gondolom, hogy nagyon komoly erőbedobásra készítettük a Pécset. Pécsen egy második fél időt tudtunk ugye végig nagyon jól játszani, itt pedig úgy gondolom, hogy a második negyedtől kezdve tudtunk a Pécsnek a ritmusán és a Pécsnek a sebességén játszani, és végig kiélezett küzdelmet és egy jó meccset játszottunk, én úgy gondolom, hogy a Pécssel. A második, harmadik, negyedik negyed valóban majdnem kiegyensúlyozott volt, ám szokásuknak megfelelően a pécsi lányok már az első 10 percben 18 ponttal elhúztak, így a mérkőzés folyamán több sztárját pihentetni is tudta Zsejko Dokić. Ez a héten mi sokat próbáltunk úgy használni, ez a hét, hogy pihentünk kulcsfontosságú játékosok jutójára a legtöbbet terheltünk, és hogy próbálunk növelni önbizalom pár olyan játékosok, aki eddig nem játszott főszereplet csapatban, és úgy látom, jó úton haladunk, még mindig fejlődünk, mint csapat, és remélem, hogy a legjobb és legnagyobb formában leszünk döntőben. Mit kell csinálni támadásban, hatalom? Egy ember mondja ki azt a varázslót. Akkor mi a szarja, nem posztoltok már megint? Megint megy mindenki befelé, mint a lóval, a ló ellenzővel. Ott vannak a tökéres emberek, akinek ki lehetne passzolni, kapom, dobom, nem? Mindenki büföli azt a rohadt labdát, még 5 másodpercet tovább. Örültetek, hogy a baját kaptátok a rájátszásban? Nagyon sok szurkoló el tudott így kísérni titeket. Mi bárhol megyünk, mindig van sok szurkoló. Hogy kivéve, én úgy látom, hogy mi vagyunk Bárányai büszkeség, olyan csapat, és bárhol megyünk, mindig van emberek, akik kísérik minket, és aki várja ott minket. Úgyhogy azért jó játszani Pécsen, mint játékos, és edző lenni Pécsen, azért ez egy nagy csapat, és mindig azt is volt. A Pécs azóta szerdán lejátszotta a döntőbejutás első mérkőzését is, melyen hazai pályán 93-54-re lesöpörte a ZTE-t, míg a bajai lányok a fővárosban közel álltak a bravúrhoz, ám a mérkőzés hajrájára elfáradtak, így 87-72-re kikaptak az FTC-től. A visszavágott szombaton 15 órától játsszák a Posta Sándor sportcsarnokban.